Sziasztok! Kedv van! A hétfőt töröltem, mivel nem dolgoztam, csak egy címet. Ezért azt nem kapjátok meg. Annyit utólag el tudok mondani, hogy kimentem Cseperre, beszélgettem egy forgalmazóval. Abból lesz 3 pici kis videóm termékről. Ennyi. Remélem tetszeni fog, minél többen megosztjátok és megnézitek. Ebben is segítitek a jövőben egy munkával. Egyszerű praktikumok, tehát nem egy nagy dolog, nem egy ilyen világjáró dolgokat fog bemutatni, hanem tényleg olyan, ami mi, ti, én, mint felhasználó napi rendszerességet tudunk használni, vagy kell használnunk. Mindegy, majd meglátjátok. Most meg leérkezek munkába, mindjárt 10:30 van, végre 11 után jövök. És most úgy döntöttem, hogy hát pontosabban még döntök róla, hogy keleti vagy középtáj, de a középtájon mindig sokan vannak, úgyhogy nagyon gondolkozom benne, hogy keleti felé kéne menni. És nem, vagy legalábbis nem úgy, ahogy eddig. Mindegy, Tali majd, ha lesz valami cím. Ja, meg a Balázsnak átadom a pedálját. Megváltoztattam az útvonalat, Dankó utca lesz. Én. Mert ott bent a nyugati környékén, mondjátok már ki, Kálvin tér környékén túl sokan szoktunk lenni. És ott elég sokat állok, így, hogy megyek, talán hamarabb kapok címet. Kicsit hűvös van amúgy, ezt nem is mondtam. Jaj. Na mindegy. Jó kedvem van, kiment a terep videó, azt már láthatjátok. Aki nézi, nézi, nagyon köszönöm, aki nem, annak meg üzenjétek, hogy nézze. Legyetek kedvesek. Hú, rengetegen vagyunk, már 3200 feletti feliratkozó. Nagyon zsír. Nagyon köszönöm. Csak is kókusz zsír. Mert az vegán. Jaj, amúgy hogy vagytok? Meséljetek kommentben, milyen a hetetek, hogy kezdődött, milyen a kedd. Majd írjátok le. Ott van Balázs! Látjátok, milyen szép színe lett? Sokkal szebb, mint volt. Nem az a ronda piros. Ugye. És jött nekem a biciklével, mert 29-esek a menők. A táskát ne nézzétek hányás, de amúgy jól van. Na tehát üdvözöljétek ismét körünkben! A világ legjobb futára. Na, nem fogjátok elhinni. Egy órával a bejelentkezésem után és egy perccel kaptam címet, kioszk. Remélem, ma nem csak ez az egy lesz, mint tegnap. Mert tegnap csak ez az egy címem volt. Igaz, akkor nagyon későn jöttem be. Itt nem szabad biciklizni, az a baj. Az a baj. De itt kimegyek és ott lesz, úgyhogy nincs messze. Ott egy kutya! Szevasz, kutyus! Tudtad, hogy szép vagy? Szia, kutya, szia! Szia, szia! Röpke 15 percet vártam. Ebből 9 volt a valódi, és a maradék 6 perc a mínusz. És meglett az étel, 2 beszólás után. Nem haragszom senkire, csak ilyenkor nekem azért van rossz kedvem, mert a következő címeimet leveszik rólam, mivel már nem vagyok alkalmas arra, hogy gyorsan felvegyem. Csak ez nem az én hibám, ugye? Mert én itt voltam, vártam. Mindegy. Tegnap is ez volt, itt álltam, vártam. Ugyanígy, nem 13 perc volt, hanem mondjuk. Összesen 9, mínusz 4 perccel, de akkor is eltűnt ott, hogy segíj egy színen. Jó, ez van. Nem leszek mérges, most csak előre nézünk. Pozitívan. Rákóczi út 32-be viszem. De legalább van cím már, ami jó hír. Na, itt vagyok. Nézzük meg, kinek adom le. Azt tudom, hogy hol, csak nem tudom a csengőt. Megvan. És van rajtam egyéb cím, nagyszerű.
Nem jó. Megjött a második címem is. Avele, kész az étel. Két percem a Rákóczi út 60-ba menni a sushi étterembe. Megyek a dobon. Meg is jöttem. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Nemzeti lovarda. Ez a második címem. És piros. Ez a nemzeti lovarda. A harmadik címem a Humus Point, és onnan hoztam, még ezt nem mondtam az előbb, közben tettem egy feljelentést. A Humus Point, és innen megyek a... Mondjátok már a nevét. Mindjárt szembe jött János Pápa tér. El kéne még pár park meg zöld területi Budapestre. Ezek a fák is szépek, de hát ennyi tápanyagban nem nagyon tudnak fejlődni. Drága elsőbsége van. Ja, hogy telefonálni tetszik. Nagyszerű. Na, ezt is leadtam. Meg volt a harmadik. Most megyek a tavaszmezőben a negyedik címemért. Szerencsére kaptam. Szeretem, amikor haladunk. Ez zöld. Nekem a második sárga. Ez az. Köregjük fel. Ide jövök, ez a tavasz mező. És ott a Box for You. Túl hamar értem ide, úgyhogy még várnom kell 8 percet. Na srácok, a negyedik címem a Baross utca. 135B. Imádom, hogy mindenki parkolónak nézi a Bringa utat. Ott is. Micsoda, 12.53 van. Sajnos, és már is nyugis a terület, úgyhogy nincs túl sok ma. Megyek Balázs úr, viszek neki töltőt, mert vett egy új töltőt, egy 20.000-est, ami nem működik. Úgyhogy most viszek neki egyet. Egy kicsit, de legalább valamivel tudja tölteni a telefonját. Egy jó fél óra kihagyás után kaptam egy ötödik címet itt az Americans Bar and Restaurant, és oda megyek elvileg zöld, amikor mehetek is. Jön a Balázs is velem. Ott jön már. Sziasztok! Elteszem. Sziasztok! A cím pedig a Nagymező utca, elfelejtettem a házszámot, 21. Na, ez egy kis ráadás az ebédidőre. Ide jövök 21-be. Köszönöm. Hívjanak fel. Megyünk haza, mi is ebédelni. Hadd is kocsit érjük már utol, és kérjük utol egy fisztáciát. És ha csak csokoládéja van, aha, meg kávé. Két oldalról kapjuk közre. Tehát akkor egy pisztáció lesz, egy puncs és egy kávé. Egy pisztáció, egy puncs és egy kávé. Tehát akkor nincs pisztáció. Direkt azért üldöztünk. Úgy, van puncs, az jöhet pisztáciával. És a csokit ne felejtsd. Na, délután fél öt van. Igen, 33. És bejöttem, asszonysággal mászkálni, és közben mondom, itt vagyunk úgyis, akkor benyomom magam, lesz a cím, és lett egy pizzamani faruktúra, úgyhogy most oda megyünk. Köszi. Átengedett, köszönöm. Oda megyünk.
Megvan a két kaprim. Megyek egy másik étterembe, a Babylon's Fine, libanéz étterembe. Csókolom! Köszönjetek a skacoknak! Mindenkinek! Jó napot, elnézést, jó napot! Jó napot. Hírosek leszünk? Úgy, de jó! Jaj, de tényfercseg vagy, de... Szia, most végre benne vagy, mondjad! Hogy vagy, van cím? Nincs cím? Leszar lehet! 5., 6. Nem, 6., 7. Úgyhogy ez ma egy ilyen nap. De az a lényeg, hogy szépek vagyunk. Megyek jobbra. Benne akart lenni. Most benne volt. Megjöttünk, ez a Babylon's. Ásár utca 2 az első leadásom a 2-ből. Ez a 2-es. Tisztelt 2-es. Én. És majd még kijövök. Harcnikával elváltunk. És ez volt a... sajnos szegényes mai napi 7. címem. Na csókolom, sztok! Este 19:48 van, visszajöttem, hát ha még lesz pár cím. Maradok, amíg maradok. Remélem minél tovább. Boltban már nem kellene, úgyhogy elvileg zárás. Ó, de jó helyen húgyozol, basszus kurz. Sugárvetőt felraktam. Remélem mindenki jól látja, ez még csak a 3-as fokozat, tehát van még egy. Ahogy a videóban is láttátok. Az ez is elég fényes szerintem, de itt a 4. Aki ebben nem lát meg, az hülye. Egyébként meg 5 órát bír ebben a fénnyel, ahogy mondtam, tehát nagyon. Címeknél találkozunk. Na, itt a keletinél megjött az első címem. Pont a pizza, itt a ne felejtsd benn. Itt vannak, jó. Megkaptam a következő címet, ami ugyanez a pizzeria, úgyhogy megyek vissza. Hát csaukolom! Na megvan a második adagom is. 4 perc nem van odaérni a Károlyi utca 11-be. Azért nem itt van. Én a keletinél vagyok. Rákóczi úton tudok menni. Azon kívül máshogy nem. Akkor is van már 2 címem. Igaz, hogy elhúzódott, mert 25 van, és 20:05-kor kaptam, tehát azért nem ez volt a leggyorsabb felvételem. Mert miután felvettem az elsőt, a másikra is kaptam egy 7 percet, ami 2 perc minusszal sikerült, úgyhogy így jártam. Megjöttem, nézzük, hova kell csengetni. Na, ezt láttam, és megyek az Ülői út 5-be. Ha jól néztem. Mindjárt mondom. Ez volt a 8. címem, és most már kezd a pénz is normális lenni. Igen, Ülői út 5. Szevasz! Kapunk egy nagyobb fényt. 5 Chinatown, ide a Rádaiba. Nincs is messze! Ja, köszönöm! A Rumbak sebességbe viszel ezt a címet, mégpedig a... hatba. Elvileg ez a 6-os szám. És gyakorlatilag is nem vette fel a tisztelt, úgyhogy telefonálunk. Oké, okay, thank you so much. Úgyhogy várom a következőt. Meg is jött a 4. címem így este. Déli Ázsia, Király utca 1B, minusz 6 perccel, tehát valaki ledobhatta. Na, ez a címem a Horánszky utca, úgyhogy most vissza a Rumbakra.
Mindjárt itt vagyok a Horánszki. Hány számba? 3. Az 1. És 3. 11 címnél tartok, és most van 21-14, és ugye nem voltam olyan nagyon-nagyon sokat ma. 40 kilométert írt távnak, és olyan 7650-et kerestem jattal mindennel együtt. Na, megjött még egy címem, esti 5. címem, ha jól számolom. És ez a Pesti Bipide. Na, a következő címem az az Üllői út, Bécsi szelet. Kb. Itt vagyok 5 perce, és még várok egy 4 percet, mire meg lesz, még nincs kész. Megvan a másik cím is, és ezt visszam a Balázs Béla utca 3-ba. Ugye Rádai Tompa Balázs a leggyorsabb. Ülőin is mehetnék, de ott túl lassú. Megérkeztem a címre, és csengetek. Csöngetsz? Éhes vagy. Hello! A következő leadásom az pedig lenne a Soroksári út 42. Behátalgok. És nyomunk egy nullát. Ez volt a 13. cím, vagy 12? Nem is tudom, és le is értem. Nem tudom, miért mutatja. Na, menjünk ki innen már, ez lesz. Bassza. Ó, ez a húgyszak nem hiányzott. Jaj. Na, induljunk. Gyorsan kamerát betettem töltőre, azt futás tovább. Ez a 42. Jaj, de jó. Sziasztok! Elköszönök, legyetek jók, 10 óra elmúlt, most adtam le a 13. címemet, ezen lehetett volna jobb is. Majd lesz holnap után, nem tudom. Legyetek jók, nézzetek, iratkozzatok, felszóljatok utastársaitoknak, és ne felejtsetek el nézni a következő részt is. Sziasztok!